Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, én Vágított Lilla vagyok, ez pedig a Gerilla Karrier Podcast legújabb adása, és a stúdióban a vendégem Béres Alexandra, fitness világbajnok. Szia, Szandi! Szia, szia! Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én köszönöm, hogy elhívtál. És a téma, amire invitálok, az az elakadásaink, mert én azt látom, hogy az élet bármely területén, akár a karrier, az egészségünk, a család, mindig jönnek nehézségek, és még annak az életében is, akinek úgy tűnik, hogy látszólag minden olyan kerek, olyan gömbölyű, ott is vannak elakadások, amiken túl kell menni, és olyan nehéz úton maradni. Hiába van egy motiváló célunk, hiába teszünk is időről időre ezért a célért, azért megtorpanunk, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, akinek látszólag gömbölyű minden életterülete, hogy gondolkodsz erről, voltak-e ilyen elakadásaid, ezeket hogy küzdötted le, és szakmailag milyen tanácsot adsz mondjuk azoknak, akik egy életmódváltásban ilyen elakadásokkal küzdködnek? A jó hírem az, hogy senkinek nem kell egyedül éreznie magát, mert olyan nincs, hogy minden teljesen simulékonyan menjen végig az életben. Szerintem mindenkinek vannak nehézségei, és ez, ahogy megy előre az életünk, most már egyre inkább ezt látom, én most vagyok 48 éves, hogy bizonyos életszakaszokban más-más nehézségek vannak, amivel bizony meg kell küzdenünk. Ez senkinek nem könnyebb vagy nehezebb, mindenkinek a saját ingerküszöbét kell, hogy tologassa, illetve hát nyilván vannak olyan élethelyzetek, amivel én is találkoztam, ami tényleg nagyon nagy nehézséget állít elénk, és azon valahogy túl kell menni. Én azért mindig abban hittem, és ezt talán egy élsportolói mentalitással, egy ilyen kicsit ilyen keményebb irányból megközelítve, hogy tennünk kell. Tehát, hogy azokban a pillanatokban, amikor nehéz, nem szabad megtorpanni, mert már egy-egy lépés előre már megváltoztatja a perspektívát, máshogy látunk arra a problémára, már egy éjszaka is segít, ugye? De hogyha még teszünk is valamit, akkor rögtön egy picit jobban érezzük magunkat, és ez a jó érzés magunkkal szemben, ez már segít abban, hogy tovább tudjunk lendülni. Én szerintem nagyon jó példa a futás erre, hogy minden egyes lépéssel, csak egyel közelebb vagyunk a célunkhoz, amit megálmodtunk. Hogyha túl gyorsan futunk, akkor lehet, hogy nem érünk oda, mert egyszerűen nem bírjuk, és le kell állnunk, és nem jutunk el. Ha túl lassan, akkor elérünk, de talán egy optimálisabb dolog, hogyha úgy haladgatunk, és valahogy én így gondolkodom mindenről. Aha. És mit jelent a mindennapok szintjén? Nagyon érdekel, hogy ezt a Béres Alexandra formát, amit te mindig tartasz, tehát én így ismerlek 20 évet. Külsőre élek. Gondolsz, vagy először belsőre? A külsőre, igen, bár szerintem a kettő ugye együtt mozog valahogy, hogy ezt hogy tudod úgy tartani, hogy nincsenek benne kilengések, tehát mit eszel? Van speciális étrended? Abszolút, én egyensúlyra törekszem, mivel hogy megint csak az élsportot kell előhozom, én egy nagyon kemény világból jöttem, ahol mindenki volt centízve, étkezésben, mozgásban, stb. És én azt találtam nagy dolognak, hogy hogyan tudok utána áttérni egy normál életre, úgyhogy könnyen tartható legyen. Szerintem ez egy nagyon nagy kihívás, mert biztosan sokan küzdenek azzal, hogy mondjuk eljön a január 1-e, és akkor elhatározzuk, hogy na most változtatunk a formánkon, és annyira belekezdünk, hogy körülbelül egy hónap után úgy érezzük, hogy ez nem tartható. És szerintem nem ez a megoldás, hanem egy egyensúly, és én erre próbálok törekedni, tehát csak 4-5-ször mozgom egy héten, ma, hogy 3-szor. Ennél soha nem többször. Uh-huh. Szerintem ez azért fontos, mert... Ez is sok, tehát azért... Igen, a három egyébként az szükséges. Hát, a négy azzal már fejlődni lehet, az öttel pedig nagyon jó formába kerülni hamarabb. Tehát az a kicsi, az a gyorsító. De szerintem a 6-7 az már azért nem jó, mert hogy ugye leszünk 50-60-70-80 évesek is, és akkor már nem lesz tartható, és akkor már látszódni fog a nagy változás. És a kettő az kevés. A kettő az sajnos kevés. A kettő is olyan kihívásos. Igen, nagyon sok ember mostanában, hogyha az edzőteremben odajönnek, kétszer edzem egy héten, akkor én is erre azt mondom, hogy csodálatos, mert látom azt, hogy tényleg
mennyire nagyon-nagyon nagy kihívást jelent a kettőnek a megoldása. De ugyanakkor a testünk, szervezetünk szempontjából sajnos nem elég. Azért nem elég, mert az ember alapgenetikai tulajdonsága, hogy mozogtunk, gyűjtögettünk, halásztunk, vadásztunk, mentünk egyik területről a másikra. Ez volt az embernek az alapgenetikája. Most ehhez képest sokan a nullán vannak. Tehát nem azt mondom, hogy oda kell visszatérni, de ez a 3x1 óra, az nagyon jó, de ez nem kell, hogy nehéz legyen. Ez viszont egy nagy különbség, mert sokan úgy gondolnak az edzésre, hogy ha már oda mennek, akkor oda teszik magukat. De ez lehet egy sima séta. Ja, csak értem. Tartson legalább 40 perc, 60 percig. Izzadjunk ki. Tehát ez egy nagyon jó, ilyen teljesen egyértelműen vehető visszajelzése a szervezetünknek, hogy akkor történt meg az, amire szükségünk van, hogy felgyorsítsuk az anyagcserénket, jó legyen a mindenféle keringésünk, és ezáltal jobb legyen a közérzetünk is. Tehát visszatérve rám, hogy nekem ez soha nem ment el extrém irányba azóta, hogy a versenysportot abbahagytam, de soha nem is állt meg. Uh-huh. És ugyanígy a táplálkozásban is abban hiszek, hogy olyat nem érdemes, hogy valamit nagyon visszaveszünk, amit szeretünk, de egy egyensúlyt tartanunk kell, mert ha minden nap megesszük azt a, nem is tudom, ezt a hirtelen most itt a nagy nyári napokban, amikor mi élőben beszélgettünk például a fagyit, minden nap oda kerül, abból már gond van. Ezt látnunk kell, hogy a saját anyagcserénkhez képest mi az az optimális. És te eszel fagyit, eszel pizzát, a nyaraláson is tudod magad, ez a kontrollról szól, nem véletlenül mondjuk súlykontroll a programodnak a neve, tehát én tudom, hogy a csodákban nem szabad hinni, de azt a részét nehéz elfogadni, hogy mindig ezt a kontrollt kell. Tehát akkor is, ha mondjuk nagyon rosszul van valaki lelkileg, akkor se heted meg a csokit. Nem, szerintem ez nem erről szól. Pont, hogyha ennyire visszafognánk magunkat, akkor előbb-utóbb ebből ki szeretnénk törni. Tehát én a nyaraláson eszem fagyit, eszem pizzát, de ez azt jelenti, hogy amikor Olaszországba megyek, akkor eszem pizzát, és nem otthon eszegetem havi szinten. Az olyankor nem történik meg. Vannak bizonyos ételek, amivel én szigorúbb vagyok, de azért vagyok én szigorúbb, és ez a saját személyiségem, mert tudom azt, hogy nehezebb nekem a picit tartani, mert akkor többet kívánok, mint ha nem. Azt mondom, hogy nem. Most inkább konkrétabban például, én nem szoktam édességet fogyasztani. Ez nem azt jelenti, hogy soha, mert a gyerekeim születésnapján eszem, karácsonykor eszem, de nagyon szeretem az ízét, és akkor kívánom, mert megeszem az első szaloncukrot, én onnantól tudok két napig szaloncukrot enni. Tehát tudom magamról, hogy nekem könnyebb azt mondani, hogy nem, mint hogy egy picit. Ez mindenkinél más. Van, aki úgy érzi, hogy az a picike, az az egy-két falat, amire vágyik, az már elviszi ezt az őrült nagy vágyat. De például az édesnél ez egy örök csapda tud lenni, mert az édes után azáltal, hogy felmegy a vércukorszint, leesik, és a szervezet egy inzulinpumpát nyom, és ezáltal újra kívánni fogjuk az édes magas glikémiás indexű ételeket, ezért mindig egymás generálja. Tehát amíg nem kerülünk ki ebből az édes világból, ez olyan, mint egy ilyen szenvedély, addig mindig kívánni fogjuk, és őrülten vágyni rá. Uh-huh. Ezt egyszer meg kell érteni, hogy 3 hét körülbelül, amíg ez kikerülünk. Ez jó, hogy mondod, mert ugye ez a táplálkozás tudomány, mert mindenki ért hozzá, meg mindenhonnan ez folyik. Tehát én ezt nézem az Instagramon, és mindenki önjelölt tanácsadó, és ugye régen azon volt a hangsúly, legalábbis én azt vettem észre, hogy nem mindegy, hogy mit eszel. Tehát nagyon fontos, hogy ne legyen finomított élelmiszer, a liszt az nem túl jó, a krumpli nem túl jó, a cukor az de egyértelműen tiltó listás. Most meg van egy olyan új varázsszó, hogy kalóriadeficit, és mindegy, hogy mit eszel, a lényeg, hogy a kalóriád alatt legyél, amivel te fogysz. Ezzel is nagyon sokan foglalkoznak, ehhez mindenképp kalóriát kell számolgatni, és ez egy nagyon-nagyon jó mértékegység, amiben bízhatunk, de én azt látom a gyakorlatban, hogy az emberek nem számolgatnak kalóriát, mert ez is bonyolult számukra, nem írogatják be, nem, egyszerűen nem történik meg. Én inkább abban látom mostanra, most már majdnem 30 éve foglalkozom ezzel a problémát, hogy mi sokat eszünk.
vagyunk. Uh-huh. És nem is tudunk róla, de mondjuk ahhoz, hogy változni tudjunk, az egy picit kell monitorizni, legalább az elején. Igen, jó lenne egy kicsit írni, mert akkor látnánk azt, hogy miből eszünk sokat, meg egy kicsit nagyobb tudásunk lenne a választásoknál, amikor ott van előttünk egy avokádó, meg egy alma, melyiket választjuk. Az avokádó nagyon egészséges, tehát nyugodtan választhatjuk, az alma sokkal kevesebb kalóriát tartalmaz, ha ez a cél, akkor ugyanúgy nyers gyümölcs, zöldség, tehát az egyik zöldség, másik gyümölcs. Ilyen szempontból nézhetjük, de azt látom, hogy például az olaszoknál nézzük azt, hogy hát a fene egye meg őket, pizzát esznek, és tésztát, és milyen kis este nyolckor. Este nyolckor. Na, mi a fene történhet? Igen. Hát, és ha rögtön ránézünk arra, hogy ők hogy étkeznek, hogy elkezdik egy salátával, utána a tészt az nem annyi, mint egy magyar tészta, hanem csak egy kisebb uh-huh. adag. Esznek mellé halat valamilyen kevés körettel, nem őrült sok körettel, mint mi. Akkor láthatjuk, vagy ez a pizza mennyire kis vékony durum tésztából készül, jó olívaolajjal, és utána ők mozognak, beszélgetnek, sétálnak, eltelik a vacsora után jó sok idő, akkor láthatjuk, hogy ez azért egy mentalitásbeli kérdés. De egy picit térjünk vissza a formára. A forma az egy relatív dolog, mert nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy mi lenne számunkra megfelelő, de nagyon sokan ugye nem azért túlsúlyosak, mert nem akarják, vagy nem tesznek érte, hanem egyszerűen van valamilyen betegségük, vagy van valami olyan probléma, ami miatt ez nem működik. Én azt gondolom, hogy meg kell először ezt nézni, hogy, hogy van-e valami olyan szervi, vagy akár keringésbeli probléma, ami akadályozza, és akkor, hogyha azt látjuk, hogy nem, akkor valóban a lelki részével foglalkoznunk érdemes, és én ebben a helyzetben mindig azt látom, hogy el kell kezdeni mozogni. Nem azért, mert a mozgás annyit jelentene, mondjuk egy órás edzéssel leégetünk 300 kalóriát, hát mennyi idő alatt tesszük meg az a reggel? Nem tudom, tehát így nagyon hamar, szóval, hogyha a deficiteket nézzük, akkor tényleg nagyon nehéz ez a rész. De az ad egy olyan lelki attitűdöt, amivel már odafigyelünk, amivel már elindul egy jó érzésünk magunkkal szemben, és amiért utána már hajlandóak vagyunk este meggondolni, hogy az a plusz, nem tudom, pohár bor bekerüljön-e a vacsinkba, vagy a vacsink mellé, vagy nem. Ez két dolgot felvetít, amire gondolok. Egyrészt ez az épp testben, épp lélek, hogy mi van előbb, ugye, mert szerintem, ha nem épp a lélek, akkor nem nagyon nehéz épp testet építeni. Hogyha nem épp a lélek, akkor muszáj mozogni, akkor ez szépen elindítja. Tehát amikor azt érezzük, hogy nehéz nekünk magunkkal szemben, hogy nincs meg a motivációnk, hogy el vagyunk keseredve, abban a helyzetben szerintem nem vissza kell fogni az ételt, mert még frusztráltabbak leszünk. Ez a kettő majd úgyis együtt működik, de akkor azt fogjuk érezni, hogy nem sikerül az elhatározásunk, nem sikerül, és egy még rosszabb lelki állapotba kerülünk. A mozgás az mindenképp egy nagyon pozitív attitűdöt ad nekünk, ami kilendít ezekből a krízis helyzetekből. Olyan érdekes, hogy most megint visszahozom a kocogást, nem kell kocogni, simán lehet sétálni, nem akarok senkit megijeszteni, de hogy azt szokták mondani a sportolók, hogy azt az agyféltekénket kapcsolja be, ami a megoldó része az életünknek. Tehát olyankor jönnek a legjobb gondolatok, olyankor mindenre van megoldás, akkor kellene leírni, hát persze kocogás közben nem lehet, de hogy egyszerűen ott látjuk azt, hogy mit kellene tennünk elég tisztán. Igen. De ehhez az kell, hogy rá tudjuk szállni az időt, hogy kicsit magunk legyünk. Igen. És hogy engedjük azt, hogy például mondjuk egy kocogás vagy egy séta közben ne bámuljuk akkor is a képernyőt mindig, mert azt néha lehet, és én is szeretem, de néha találkozzunk a saját gondolatainkkal. Igen. Erre ez egy tökéletes alkalom, és az utána nagyon sok mindent előre billent. Ez, hogy séta, meg kocogás közben jönnek a legjobb gondolatok, erre mindenki tudnának a cégnél egy sztori, tehát a webfejlesztő kolléganőnk nagy kutyás, és mindig sétál, és ha valami megoldás, olyan technikai dolgon agyal, el kell menni a kutyussal sétálni, és mindig jön a megoldás. Igen, ez nagyon érdekes. Még az jutott eszembe, hogyha megengeded, akkor visszatérek erre az időre, mert hogy egy pillanatra megálltunk ott, hogy kettőt vagy hármat kellene edzeni, és hogy a kettő is milyen sok. És szerintem, hogyha egy picit őszinték vagyunk magunkkal, és megnézzük azt, hogy hol megy el az időnk,
akkor azért meg tudunk döbbenni. Nagyon sokan social médiát pörgetnek, nagyon sokan megnéznek egy-egy sorozatot hosszabban, csacsognak a telefonba, olyan ételt választanak, ami 2 óra, együnk finomakat, de hogy nem kell minden nap. Tehát, hogy elmegy az időnk egyébként sokszor mással is. Én magamról azt tudom elmondani, hogy reggel általában a lányok előtt én föl szoktam kelni 5:45-kor, és 6:30-kor keltem a lányokat, hogy beérjünk a suliba, és ott van 45 percem. És az alatt a 45 perc alatt én felkelek, és megiszom egy kávét. Tök rossz szokás, de csinálom. De legebb kávézom, most ez kiderül. És tejjel iszod, vagy mivel iszod? Ilyen picike. Pici. Ez, hát valamilyen tejjel, igen. És hogy mi történik amúgy abban a 3-4 órában, arról én nem tudok beszámolni. De gőzöm nincs róla. De én tényleg úgy gondolom, hogy azért mindenkinek van egy ilyen fél órája, 3-4 órája, ami csak úgy történik. És hogyha ezt arra szánjuk, hogy akkor egy erőltetett menetben sétálunk, kocogunk, vagy akár odaállunk egy online torna elé, 30 perces edzéseim is rendkívül sok van, akkor ez kész, akkor meg van oldva, csak ezt egyszer le kell ülnünk magunkkal beszélgetni. Igen, hogy ez most valós, ez a nincs időm kifogás, ami a leggyakoribb. Igen, és egyébként ez tényleg egy nagyon-nagyon igazi kifogás, tehát főként, amikor pici gyerekkel még otthon vannak az anyukák, és mellette dolgozni kell, és mindent megcsinálni, és tényleg az ember a lehető legjobban maxra járatja az energiáit, de azért akkor is én úgy gondolom, hogyha csak a gyereknevelésben maradunk benne, ilyen hosszan, hogy azt mondjuk, hogy majd, ha nagyobbak lesznek, akkor játszunk el a gondolattal. Nekem a nagyobbik lányom 14 éves. Körülbelül 3 hónapja bement a szobájába, és azóta ritkán látjuk. De addig végig velem volt. Tehát én pontosan meg tudom mondani, hogy ez körülbelül 14 éves korban jön el, amikor a gyerek már nem annyira igényli a szülőt. És akkor ez egy gyerek. De hát mi van, ha van 2-3, akkor ezek ugye tolódnak 16-18 év. Nincs ennyi időnk arra, hogy magunkkal ne foglalkozzunk, mert akkor nekik nem leszünk ott. Tehát egyszerűen vagy velük, vagy mellettük, de meg kell tudnunk oldani, hogy a saját egészségünk, ami egyre fontosabb lesz, hogy mennek előre az évek. Ugye látom a 14 évesen, hogy kicsit sem érdekli, nem is érti, hogy miről beszélek neki még. Aztán látom a 30 évesen, hogy már kicsit már érdekli, és fáj esetleg itt ott, néha meghúzódik, de még semmi gond, de már esetleg jönnek fel a kilók. Akkor megyünk előre a 45-nél, már kifejezetten fontos, és úgy így megyünk előre az életben, és egyre fontosabb lesz. Hát picit hamarabb be kellene ezt látnunk, és akkor ez nem történik meg. És mi van a lelki erővel, mert hogy egyszerűen én sokszor vagyok abban, hogy jobban esik, tudom, most csak úgy ülni és egy fagyit elnyalni. Persze. Egy munka után, meg nem tudom, azért én is közel azonos korúak vagyunk, én 44 vagyok, ez sem titok, tehát mi vagyunk ez a szendvics generáció korban, amikor még vannak a gyerekek, de már ugye a szülők is, rájuk is kell odafigyelni, hogy azt érzem, hogy ebben a nyomásban teljesen megértem azokat, akik egy ideig tudják ezt csinálni, hogy jó, akkor elmegyek kocogni, de nem mindenkinek okoz ez akkora örömet, tartósan, és hogy egyszerűen nem csak, hogy idő, de erő nincsen erre. Teljes mértékben értem, amit mesélsz, és ráadásul a reklámok is azt mondják nekünk, hogy mert mi megérdemeljük, és hogy akkor jutalmazzuk magunkat, és tényleg van ez az érzése az embernek egy átdolgozott nap után, hogy na most már ez tényleg jár nekem. Én azt gondolom, hogy sokszor az edzésre gondolunk rosszul. Tehát itt megint előjön az a probléma, hogy az edzésnek nem kell, hogy nehéz legyen. Nem kell minden esetben. Néha átléphetjük a határainkat, néha tehetünk olyat, vagy mást, mint amit szoktunk. De az alap, amit kívánunk magunktól, az legyen egy vállalható, egy olyan, amit bármikor el tudunk képzelni. Tehát példaként ez legyen egy 40 perces séta.
Te hogy ez nem lesz magad? Nehéz. Hogyha én nagyon... a kutyával ráveszem magam, de egyébként én, amikor szomorú vagyok, mindig rögtön megyek. Nekem van egy futógépem, és akkor eltöltök egy kis időt, és akkor minden rendbe jön. Én ezt már így tényleg tudom használni, vagy felhasználni. De hogyha nem úgy gondolunk rá, hogy mert a kocogással pont ez a gond, hogy ez túl nehéz sokszor. És egyszerűen úgy gondolunk rá, hogy utáljuk, mert nagyon nehéz megcsinálni. Persze, amikor túl vagyunk rajta, akkor egy olyan szuper jó érzésünk, vagy na, ma megtettük, de másnap is újra rá kell venni magunkat. Én ugyanígy érzem a futáson. Az első 5 perc borzasztó. Rettenetes. Utána már rendben van. De hogyha is ezt mondjuk, persze. De hogyha azt mondjuk, hogy ezt nem kell csinálnunk, csak vegyük föl a tornacipőt, és legyen meg egy 40 perc gyors séta, arra érezni fogjuk, hogy képesek vagyunk. De még könnyíthetünk is annyit magunkon, hogy beteszünk egy fülhallgatót, hallunk közben egy kis angol leckét, vagy zenét, vagy akár még beszélhetünk is lihegve egy barátunkkal, de ez egy fontos része annak, hogy ezt így el tudjuk képzelni, hogy hosszú távon megmarad, mert ez végül is a fenntarthatóságról beszélünk. Igen. Most, hogy most valamit meg tudunk tenni, nyilván majd 20 év múlva kevesebbet, és 40 év múlva még kevesebbet, de az a minimum, amit vállalunk magunktól, az egy fontos rész, hogy ott ne próbáljuk mindig a saját magunkat legyőzni. Sokan azt teszik, hogy elkezdenek kocogni, és akkor nézik, hogy na most gyorsabban futottam, na most hosszabban futottam, és képesek arra, hogy minden nap megpróbálják megdönteni a saját rekordjukat. Én ezt nagyon félelmetesnek találom hosszú távon. Persze nagy teljesítményeket lehet elérni, de nem élsportra készülünk a legtöbben, hanem arra, hogy hosszan egészségesek legyünk. Pedig te ezt is csináltad, tehát te azért sportból jössz. Igen. Mert szó volt erről, hogy mindig nehezebb, ezt most meg kétszer mondod, hogy az életkor meg jönnek a kilók. Te mikor voltál szerint egy csúcsformában? Jaj, hát én ezt nagyon könnyen meg tudom mondani, amikor világbajnok lettem. Aha. De érdekes, hogy amikor a képeket visszanézem, akkor nem azt tetszik a legjobban, hanem amikor az első kislányom megszületett utána 2 évvel, akkor éreztem a legnőiesebbnek magam, akkor az az időszak, hogy már akkor kicsit az ember, ugye én 20 évesen lettem világbajnok, az első kislányom 33 évesen jött, tehát ilyen 35 körül éreztem azt, hogy már megtaláltam a saját stílusomat, már úgy hordom a hajam, ahogy én szeretem, már nem tudom, ilyen kis apró női zagyvaságok történtek velem, amitől azt az időszakot úgy jobban szerettem, de azért abban ne legyünk szerintem engedékenyek, hogy amikor ráállunk a mérlegre, akkor láthatjuk azt, hogy vannak napok, amikor 2 kilóval is több, van, amikor kevesebb, ugye? Te minden nap méred magad? Mert én nem merek ráállni minden nap. Azt tanítják, hogy nem szabad, igen. Én minden nap mérem magam. Én vagyok erre a rossz példa, de elmondom, hogy miért csinálom. Hogyha csak arra gondolunk, hogy minden hónapban 10 dekát szedünk fel, akkor az egy évben ugye 1 kiló 20 deka, az 10 évben 12 kiló, 30 évben pedig 36. Mert be se szorozzuk, mert jó. Tehát, hogy én azért állok rá a mérlegre, mert reggel megnézem, hogy mi a helyzet, és ahhoz képest én tudok egy döntést hozni, hogy most például van-e kedvem fagyizni, vagy inkább ma nem fogok fagyizni. És akkor ezt így nagyon, nagyon hamar el tudom dönteni, és nem tud így elszállni a történet. Nem tudok meglepődni. De a kalóriákat nem számolgatod? De más... Nem tudom a kalóriákat, tudom. Mert táplálkozási tanácsadó is vagyok, de nem számolgatom. Aha. És sosem számolgattam. Inkább mindig a cukortartalmat néztem, és azt, hogy olyan ételeket egyek, amitől jó energiám lesz, hosszan legyen a pocakomban, jól tudjak tőle mozogni, jó legyen a közérzetem. És azt tapasztalod mindezek ellenére, ugye nem látszik rajtad, de hogy nehezebb évről évre ugyanazt tartani
Tehát hiába van ez a szokás az életedben, és tudod, hogy mit kell, és meg is csinálod, megvan a minimum. Persze, hát lassul az anyagcserénk. És ezt hogy éled meg? Mert ez van, szerintem ez annyira kiszúrás velünk, főleg a nőkkel szemben szerintem. Igen, a férfiaknak egy picit gyorsabb, meg a férfiak hamarabb is tudnak reagálni, igen, ha ráállnak akár a sportra, igen, akár a táplálkozásra. Pikpak változnak, de azért ő nekik is nagy kihívás. A nők egy kicsit pont ebben a közép életkorban, meg majd még egy picit később, amikor jön a változókor, meg ilyesmi, akkor nehéz helyzetben vannak, és úgy érzik, hogy na most, ez most kiszúrt velem az élet, és tényleg nehéz. Én azt gondolom, hogy mindig akkor abban az életkorban kell a lehető legtöbbet kihoznunk magunkból, amiben vagyunk. Én nem hiszek abban, hogy 5 évvel kevesebbnek kell látszódni, így úgy nem tudom milyen módszer. Persze mindenki legyen egy kicsit igényes önmagával szemben, de nem kell beledrögleni. Igen, az ilyen nagy változások, azok sokszor nem sülnek el jól, inkább így mondom, és sokszor a környezet számára sem annyira biztatóak. Tehát inkább keressük meg magunkban azt, hogy mit tudunk tenni. Igen, lassul az anyagcserém. Igen, akkor sajnos egy picit kevesebbet kell lennem. Ebben ugye van egy nagy adag elfogadás, mert igen, ugye nagyon sokan, tehát mindenki vágyik arra, hogy azt a csúcsformát visszaszerezze. A versenysúlyomat akarom elérni 56 évesen is. Tehát, hogy te tényleg a csúcson voltál, benned van ilyen, hogy még egyszer ugyanolyan bombán akarok, hogy minden szálka, minden izom, minden nincs, úgy. Nincs ilyen bennem. Én ezt az elfogadást, ezt 20 éves korom óta kell, hogy gyakoroljam. Én akkor voltam a legjobb formámban. Én ahhoz képest mindenképp csak hanyatlok, vagy nem is tudom, hogy kell ezt a szót szépen mondani. Tehát rutinom van az elfogadásban, de én szerintem ez egy nagyon szép része a női életnek, mert cserébe annyi érzelmet kapunk. Ez igaz. Tehát a gyerekeinktől, a környezetünktől, mi vagyunk az a bástya, amihez mindenki jön, és még nekem meghalt az anyukám, még a halállal is annyi szeretetet és érzelmet kapunk, és igen, van egy ilyen testi hát visszavetülés, vagy nem tudom szebben fogalmazni, és aztán utána majd mi leszünk erősebbek. De ne beszéljünk csak a nőkről, de ez azért egy érdekes rész, hogy ahogy a vércserélődés minden hónapban megtörténik egy nőnél, ahogy amikor a menopauza van, akkor elindulnak bizony a gravitációval lefelé a látványunk, vagy nem is tudom szebben mondani, de ugyanakkor meg érzelmileg egyre többet kapunk, és a végén ez annyira megerősít bennünket, hogyha egy ilyen hosszú életgörbét nézünk, akkor azért a hölgyek azok, akik a végén leginkább ott maradnak a családnak. Ugye ebben van egy szépség ebben az elfogadásban, csak ezt tudom, hogy nehéz akkor átlátni, pont amikor azt látjuk, hogy a férjünk 50 évesen meg baromi ugye a jól többi néz, nőt, meg az Instagramon, mindenki mással versenyzünk, nem csak magunkkal. Én egyébként az Instagramon úgy látom, hogy most már talán, mert azért így nagyon beindult az, hogy mindenki mutatta a csuda oldalát, és mostanra már azért az emberek látják, hogy mi a fék, mi az, ami nem igazi, nem valódi. Most már egy kicsit reálisabban tudjuk látni talán. Biztos, hogy jobb a helyzet, mint régen, de azért még vannak problémák szerintem. Igen, ez egészen biztos, igen, főként a kis fiatal lányokat ez nagyon is érinti. Te egyébként mindig egy ilyen jó tanuló, jó sportoló, népszerű lány voltál az iskolában? Nem, én nem voltam sem helyes, sem ilyen borzasztóan ügyes, mivel egy... Hát diszlexiás vagyok, de a diszlexiának nem egy ilyen mély része, ezért én egyetemre lettem kitűnő, mert addig tudtam végigolvasni az anyagot. Úgyhogy ez nekem így szépen épült föl, ráadásul egy kancsal kislány voltam, borzasztó nagy hassal. Ezt se tudlak képzelni. És akkor megműtötték a szememet, akkor elkezdtem tornázni. De én nem tartoztam a népszerű, meg ilyen nagyon vagány, meg menő csajok közé. De nem volt magaddal problémád, nem? De nem volt magammal problémám, mert a szüleim szerettek.
szerettek, uh-huh. és az apukámnak tetszettem. Úgyhogy nem volt. És én azt gondolom, hogy nagyon. Igen, meg a környezetemben is jóban voltam, mindig jó barátnőim voltak. Tehát én azt gondolom, hogy ha van egy ilyen szeretett háttér, egy biztonság, akkor azért az nagyon sok mindentől megóvja az ember. De én nem is akartam sosem előtérbe kerülni. De nekem ez egy teljesen véletlen szituáció volt a verseny miatt, hogy én média központba kerültem, nem volt ilyen célom, sőt, az elején nagyon nehéz is volt nekem. Kis menekültem Amerikába 10 hónapra, mert nem is szerettem ezt a nem vagyok ennyire introvertált. De közben minden sikerült azonnal, tehát nem is egy sportágban végignyertél mindent. Ugye hát volt képzeld, nem azonnal, tehát semmi nem sikerült azonnal. Soha az életemben semmi. Mindent újra kellett próbálnom. Minden legalább másodjára sikerült. Aha. Ritmikus gimnasztikáztam, válogatott voltam, de sosem lettem én a legjobb. Utána elkezdtem a fitness versenyeket, ott második világbajnokságon győztem, nem az első. Lehet. Mind a két gyermekem lombik programmal született, nem születettek meg, természetes úton mind a kettő másodikra sikerült. Semmelyik nem elsőre, 4 hormonkezelésen voltam. Minden az életemben mindig másodikra sikerült, és ezt úgy magyarázom magamban, hogy egyszer ki kellett próbálnom a helyzetet, és utána fel voltam rá készülve, tudtam, hogy mit kell tenni, meg hogy hogyan álljak hozzá. De ezzel nincs baj, hogyha próbálunk, hát annál ügyesebbek leszünk. És mi adta az erőt? Mert azért ezeket olyan könnyedén mondod ezeket a dolgokat, de hát csak egyet kiveszek már is, egy olyan dolog, ami egy olyan elakadás lehet, ami egyszerűen kész, ott leragad az ember. Hogy mi motivált, hogy te, ha nem sikerül elsőre, még egyszer nem adom fel? Megtanított a sport, 6 éves korom óta sportoltam, hogy újra meg kell próbálni. És addig, amíg nem sikerül. Azt mondta az apukám, hogy a kudarcokat sosem kudarcnak éltem meg gyerekkoromban, hogy ott ült mellettem az ágyam szélén, és nem azt magyaráztam, hogy a bírók lepontoztak, és mennyire rossz lett ez a verseny, és amúgy is elejtettem a karikát, ami kigurult, hanem hogy a következő napon mit fogok másként csinálni, és hogy fogom másként gyakorolni, hogy az összejöjjön. Tehát, hogy... Erre mondják, hogy de milyen jó neked, milyen szerencsés alkat vagy. Ez a küzdelem, ez nem alkat, ezt az ember megtanulja, hogyha küzdünk, akkor valami történhet. Hát maximum ugyanaz történik. Uh-huh. Baj nem lehet. Úgyhogy én szerintem ez csak egy ilyen kérdés. Valószínűleg, hogyha szerencséről beszélünk, akkor szerencsés az alapján vagyok, hogy kik lettek a szüleim, mert ezt nem választhatjuk, és ez sajnos sok mindenkinek okoz nehézséget. A másik pedig, hogy talán kaptam örökletesen is egy olyan tulajdonságot, hogy szorgalom, ami én azt gondolom mostanra már, hogy a legnagyobb tehetség. Uh-huh. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen képességeket kapunk, azzal eljutunk valameddig, de ha nincs mögötte egy tett vágy, egy szorgalom, akkor utána ott megrekedünk, és akkor mindig csak a beváltatlan, nem tudom, remény az, ami bennünk maradhat. Meg van egy nagy adag bátorság is. Én, tehát van ez a híres Thomas Jeffersonos mondás, hogy mélyen hiszek a szerencsébe, minél többet dolgozom, annál szerencsésebb vagyok. Én nagyon ezt látom a te pályádon is, meg a bátorságot is látom, tehát azért te úgy hoztad be a fitnesst Magyarországra, a semmiből, hogy azért az nem volt egy biztos dolog, hogy most itt rákapnak az emberek. Biztos. Igen, igen, én nagyon sokat tűnődöm azon, hogy mennyire ellentétes ez a saját természetemmel. Én egy bika lány vagyok, aki abszolút földhöz ragadt. Hogyha ugyanazt lehetne csinálni minden nap, akkor én ugyanazt csinálnám, de teljesen. De ehhez képest élek egy olyan életet, amiben nincsen előttem egy példakép, akit követni tudok, hanem mindent nekem kell eldönteni, minden folyamatosan változik, és azt se tudom, hogy merre megy ez az egész életmód, ez az egész mentalitás, amiben én dolgozom, meg se tudom fogalmazni, hogy mivel foglalkozom, mert nem emelném ki azt, hogy edző vagyok, mert nem ez, amivel foglalkozom. Nem emelném ki, hogy foglalkozom vállalatokkal, mert nem csak ez a része a munkámnak. Ez egy nagyon összetett
történet, ami még nem volt. Nem, és te is folyamatosan tanulod, tehát folyamatosan nincs vége. Tanulom, nincs vége, igen. De hogyha csak megnézzük a médiát, amikor én világbajnok lettem, akkor volt egy, nem tudom, csodálatos heti lap, egy-egy napi lap, meg és a televízió, igen. Ahova mondjuk minden harmadik nap behívtak, és ott csücsültem reggel. Igen. Utána lett internet. Akkor az interneten belül lett social media, 100 magazin mellette, akkor a social media mutálódott, és most már például egy cégképviselet, ami mondjuk egy versenyző sportolónál nagyon fontos, hogy legyen esetleg egy támogató, az már nem is így működik, hanem már azt mondják, hogy van egy, nem tudom, egy influencer kampány, ami csak egy egyszeri alkalom, tehát teljesen más minden, mindenhez folyamatosan alkalmazkodni kell. Ez az emberek nagy részénél szintén így van, csak nekem tényleg ellentétes a természetemmel, de mégis mindig ezt csinálom. És könnyen, tehát ha csak megnézem a sportágakat, ugye mondtad, a ritmikus gimnasztikával kezdtél. Utána volt a fitness, aztán a curling. És a curling. És ezek, tehát olyan úgy tűnnek, hogy ilyen tudatos váltások, tehát nem az volt, hogy az egyikből kidobtak, hogy figyelj, hát ez már nem, akkor valamit csinálj, és akkor úgy, hanem hogy te tudatosan kerested. A ritmikus gimnasztika után tudatosan kerestem a fitnesst. Ott tényleg az volt a fejemben, hogy tudom ezt tovább csinálni, amit imádok, és ebben már nem én vagyok a legügyesebb, jönnek a fiatalok, mit tudok tovább olyat sportolni, ami nekem is örömet okoz, és hogy találtál erre pont a fitnessre? Plakát hirdetésen. Jöttem fel a metróból a déli pályaudvaron, mert hogy tömegközlekedéssel jártam, nem volt másra lehetőségem. Egyébként lakótelepen laktam, mentem hatra edzésre, utána tömegközlekedéssel az egyetemre, ott végigcsináltam a napot, és utána vissza az edzőterembe, még 4 órát, tehát így telt, estére pedig azt hittem, hogy már számolni kellett sokszor a lépést, hogy hogyan tudok hazamenni a versenyeknél, és amikor följöttem a metróból, ott láttam egy plakátot. Aha. Ahol hirdették ezt a verset. Na, erre mondom én, hogy bátorság, meg egy picit összecseng, ugye mi a karrierhack módszerrel pont azt mondjuk, hogy keresd meg, amit szeretsz. Hát nézd meg, hogy mik azok a területek, amikre van igény, van kereslet, azokba kóstolj bele, akkor el fogod tudni dönteni, hogy ez neked való, szereted-e, és akkor utána mélyülj el benne, és akkor leszel jó helyen, mert szeretni is fogod, meg is fognak fizetni, tudsz tovább lépni, és egy kicsit ezt látom a te pályádon, hogy ez így történt, hogy akár ösztönösen, ha nem is tudatosan, de hogy te abszolút így építetted, még a vállalkozás is egy hasonló dolog volt. Igen, még talán az volt, ami a legidegenebb, de folyamatosan mindig figyelni kell szerintem magunk körül, és ami talán az én életemből tanulság lehet, hogy csak azt csináljuk, amiben ott tudunk lenni lélekkel. Uh-huh. És időben ki kell szállni, ha meg nem. Ha meg nem, igen. Ami nagyon nehéz, igen. Ugye. Egyébként így visszagondolva, az élsport is egy kőkemény dolog, szerintem tehát nagyon kevesen tudják csinálni, de te hogy értékeled, hogy mi volt az igazi nehézség, vagy igazi elakadás? Ez a sportterén volt, vagy akár, nem tudom, a vállalkozás volt egy nagy megugrandó? A vállalkozás az mindenképp, az ebbe a kategóriába terelhető, mert én pénzügyel nem szerettem sosem foglalkozni, csak emberekkel. Ez még mind a mai napig nagyon nehéz számomra, de talán nekem is ez az időmenedzsment a két gyerek mellett, hogy mindenre jusson idő, és hogy én úgy érezzem benne magam, hogy képes vagyok ennek az egésznek az orvoslására, hogy van bennem egy olyan rossz tulajdonság, hogy azt akarom, hogy mindenki boldog legyen körülöttem, minden áron. Ez nagyon rossz. Csak nehéz. Igen. Egy idő után az embernek ez tényleg, ez a maximalizmus, ez nem annyira tesz jót, és hát így minden áron. És ez sokszor nálam is ott csapódott le, hogy magamat tettem a háttérbe, és ezt a részét megtalálni, de nekem mondom, a sport az, ami ebben segít, hogy egyszerűen, hogyha lépünk, akkor működnek a dolgok. És volt olyan bármi mondat útravaló, amit így viszel magaddal, ami nagyon segít, hogyha tényleg nehéznek érzel? Igen, van. Az apukám, amikor egészen pici voltam, és elindultak az emlékkönyvek. Neked volt emlékkönyved? Volt, hát hogyne. Na, nekem is volt csatos. Nekem is kulcsos. Csatos kulcsos. Igen. És ő rajzolt bele először. Uh-huh.
és belerajzolt egy hatalmas nagy majmot, gorillát. Nagyon szőrös volt, meg minden egyébként cuki. És azt írta oda, hogy maradj mindig nagybetűvel ember. Uh-huh. És én nekem ez segít. És ez mit jelent neked? Azt jelenti, hogy minden esetben figyeljünk oda a másikra, hogy ne hagyjunk magunk mögött olyan rossz érzéseket, amivel utána találkozhatunk, hogy maradjunk meg magunk számára embernek minden helyzetben. Ez nehéz, nehéz egy közértben, amikor tólogatnak bennünket, nehéz akkor, amikor csúnyán szólnak oda, nehéz, amikor rossz indulattal találkozik az ember, nehéz nem úgy visszaszólni, hogy utána megbánjuk. Uh-huh. Nehéz, de nekem ma ez megmaradt. Meg tudod, mit érzek ebben? Nem csak ember, hanem nálad a sportember nagy az betűkkel, és ez egy picit még több, az egy kicsit nekem még egy magasabb szint. Nem tudom, hogy ezzel egyetértesz-e. A sport annyi mindenre megtanít, tehát talán amit te ebből a mondatból értettél, egy ilyen fair play játék az életben, ez mindenképp, de megtanít az együttműködésre, megtanít arra, hogy lépnünk kell, megtanít arra, hogy küzdenünk kell, megtanít arra, hogy bizony elakadhatunk, megtanít arra, hogy vannak nálunk jobbak. Igen. És hogy nem mindig mi vagyunk a legjobbak, és nem mindig mi nyerünk. És arra is, hogy vannak nálunk rosszabbak, és hogyha küzdünk, akkor egyel előrébb tudunk lépni. Nagyon sok mindenre szerintem, amit utána lehet használni. És hogyha ezeket egy kicsit, most felnőttként már talán az ember így figyeli ezeket az összefüggéseket, meg megfigyeli magában, hogy na ez hova vezetett. És szerintem ez maradhat egy olyan ilyen tanács, ami gondoljunk erre vissza. Meg tudod, mit gondolkodtam? Mondtad, hogy nagyon szerencsés vagy a szüleid kapcsán. Én azt látom a mi generációnkon, hogy mi egy ilyen dicsérethiányos generáció vagyunk, és valahogy azt sejtem, hogy te viszont kaptál ebből eleget a hátizsákodba, és hogy ez milyen fontos, ez így volt? Így volt, mindig megdicsértek, pedig nem voltam ügyes, mondom, nem tanultam annyira jól, nem voltam olyan helyes, nem tudom, és mégis nagyon mindig megdicsértek, ez nagyon sokat jelent, és én alkalmazom is a gyerekeimnél. És tudod is fogadni, meg tudod is magad emlékeztetni, mert én azt látom, hogy tényleg vannak emberek, akik több 10 kilótól megszabadulnak, egy teljesen új életet kezdenek, úgy váltanak pályát, hogy tényleg nagyon nagy energiákat megmozdítanak, és sikereket érnek, és eltelik x hónap, és úgy beszélnek róla, mint hogy hát ez így csak úgy mint van. Tehát, hogy természetes lett volna nem is eredményüknek tekintik, igen. És hogy ez picit nekem ide kapcsolódik, hogy azért, mert nem dicsérték őket. Tehát az az alap, hogy jól teljesítünk, de nem az az alap, hogy jól teljesítünk, az az alap, hogy nem sikerül, az a természetes körülbelül. Igen, nagyon sokan nem is tudják fogadni a dicséretet, és bármennyit dicsérnénk őket, akkor sem biztos azt az egyet igen. vennék észre, hogyha nem. De nagyon jó, hogyha magunkat tudjuk arra emlékeztetni, hogy minden, amit teszünk, az egy nagyon szuper és segítő dolog, és hogy büszkék lehetünk magunkra, hogyha odaállunk és sétálunk, büszkék lehetünk arra, hogyha az almát választjuk, és nem a csokit, és büszkék lehetünk akkor is, hogyha egyszerűen rávesszük a családunkat valamilyen aktivitásra, amiben mi vagyunk a mozgatórugó. És ezek igenis eredmények. Ezek eredmények. És egyébként te hogy látod, hogy, mert ugye nagyon fiatalon történtek veled a dolgok, tehát fiatalon jött a siker, nem tudom, 25 plusz éve, ugyanazzal a férfivel vagy boldog házasságban, szerintem ez 28. önmagában, bizonyos, gratulálok. Tehát, hogy ez önmagában egy olyan dolog, ami tehát fiatalon történt, és nagyon hosszan kitart az, hogy most mondjuk, tehát mikor volt könnyebb, arra akarok rákérdezni, fiatalon, amikor még az ember bátor, nincs is nagyon veszíteni valója, megy előre, nem is gondol bele abba, hogy milyen kudarcok várhatnak rá, vagy mondjuk már így 40 pluszosan, pont ebből, hogy mert tudod, hogy nagyon sok mindenen túlmentél, tudod, hogy elmúlnak a rossz dolgok is, tudod, hogy képes vagy már bizonyos dolgokra. Én nekem fiatalon volt könnyebb.
Én vakmerőbb voltam akkor, mint amilyen most vagyok, és biztos, hogy nem mertem volna egy csomó mindenbe belevágni, például az edzőtermet létrehozni mostani fejemmel, amikor már tudom, hogy mi történhet. De akkor az úgy volt jó, és szerintem ezért is jó, hogy végigmegyünk egy személyiségfejlődésen, és bizonyos dolgokat belátunk magunkkal szemben, mert most már viszont azt látom, hogy kevesebbet hibázhatok. De miért? Hát pont azért, mert nem vágok bele olyan őrültségekbe, mint amit még nem meggondoltam, megtettem. Tehát most már így a biztonság az jobban megvan, aminek én örülök. Uh-huh. És ez is egy fejlődési szinte, ezért is mondom, hogy jó az elfogadás, mert dolgokat megértünk magunkkal kapcsolatban. De az biztos, hogy más a fókusz fiatalon, és más, amikor már azt keressük, hogy nem feltétlenül magunkat, hanem a körülöttünk élőknek a boldogságát. És ha már fókusz, azt szerinted lehet, mert ez egy probléma szokott lenni, hogy valaki egyszer akar minden életterületén változtatni, tehát akarok egy jobb munkát, elkezdek tanulni, nyomom a tanulást, a nyelvtanulást, közben akarok fogyni, tehát hogy lehet egyszerre több területre így fókuszáltan figyelni, és nyomni ilyen nagy elánnal? Hogyha az élsportbeli fejemet kérdezed, akkor nem lehet. Akkor oda kell figyelni egy dologra, egy emberre, egy beszélgetésre, egy pillanatra, és azzal foglalkozni. Uh-huh. Én azt hiszem, hogyha mondhatok egy ilyen nagyon pozitív tulajdonságot magamról, hogy képes vagyok arra, hogy abban az egy órában csak azzal foglalkozzak, amit csinálok. De azért szerintem nagyon sok minden indukál egy változást. Tehát amikor elkezdünk, rávesszük magunkat, rajta vagyunk egy életmódváltáson, tényleg mozogni tudunk, picit jobban odafigyelünk az étkezésre, rögtön fogjuk érezni, hogy nyitottabbak vagyunk, más emberek felé más dolgokat látunk meg, könnyebben jönnek a változások, könnyebben megküzdünk problémákkal. Tehát, hogy igenis történnek egyszerre dolgok velünk, uh-huh. Igen, talán a figyelemben érdemes azért a fókuszt beszűkítgetni néha. Egy-egy dologra. Igen. Ezek kellnek a minimumok, mondjuk, hogy akkor meg a másik. A minimumok szerintem nagyon sokat segítenek. És te hiszel a munka-magánélet egyensúlyában? Ezt már lassan mindenkitől megkérdezem, és nagyon érdekes válaszok jönnek. Érdekes válaszok. Nagyon-nagyon fiatal voltam, körülbelül 12 éves, amikor rájöttem arra, hogy én csak akkor vagyok boldog, ha az életem minden területén rend van. Uh-huh. Nem vagyok boldog akkor, ha nem sikerül egy dolgozat a suliban, nem vagyok boldog akkor, hogyha a barátnőmmel esetleg picit összekaptunk, és nem vagyok boldog, ha nem sikerül. Mindenhol rendet kell teremteni ahhoz, hogy boldog legyek én nekem. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy a munkában, meg a magánéletben egyensúlyt kell találni. Uh-huh. Mert különben valami kibillen, és hogyha magunkban nem találjuk meg a békét, akkor azt vetítjük ki a másikra, és akkor azt érezzük, hogy valami nem működik. Hát mi a legkönnyebb a mai világban, minden lecserélhető a munka, lecserélhető a kapcsolatunk, mindent borítunk. Szerintem magunkban csináljunk rendet először, és hogyha még úgysem működik, és tényleg nem érezzük jól magunkat a munkánkban, mert már nincs benne lélek, és nem szeretjük, vagy a párkapcsolatunk tényleg kifutott, akkor az már egy másik kérdés. De először a rend. És te könnyen megszabadulsz azoktól a dolgoktól, akár azoktól az emberektől, akik ezt a rendet zavarják. Ugye van ez az elmélet, hogy azoknak az összege vagy, akikkel körülveszed magad, és szerintem ez a legnehezebb, amikor tudja az ember, hogy van a környezetében olyan, aki lehúzza, aki... Uh-huh. És nem tud szabadulni. Igen, hogy te ezt könnyen kezeled. Nem, én nagyon-nagyon nehezen kezelem ezeket a helyzeteket. Én nagyon ragaszkodó vagyok. Én nagyon nehezen válok meg emberektől. Inkább megpróbálom megtalálni bennük azt, amiért én szeretem őket. És megint csak magamban rendet tenni. Tehát, hogy nem hiszek abban, egy másik embert én megváltoztatok, vagy az ő mentalitását, vagy amennyire kapcsolódunk hozzá, azt meg lehet változtatni, de hogyha ott van például a munkahelyünkön mellettünk ül, akkor ezen nem tudunk mit tenni, hanem akkor magunkban kell rendet tenni, hogy ő vele kapcsolatban mit engedünk be, meg mit nem.
Azért is kérdezem, mert ugye mondtad, az Amerikára úgy hivatkozó, hogy oda menekültél el. Igen, akkor tényleg olyan volt. És nem, de ott oda a hírnév elől menekültél, nem, hogy hirtelen nagy lett a figyelem. Igen, tehát ott az volt a szituáció, hogy én világbajnok lettem, én képtelen vagyok így folyamatosan mindig így magam mutatni, és jöttek már az edzőterembe folyton fényképezni, nem tudtam edzeni, tehát nekem az volt a feladatom, nem az, hogy őket kiszolgáljam. Mindig mondták, hogy nem csinálunk semmit, csak filmezünk, de ez nem úgy működik, akkor nem tudsz arra figyelni. És akkora volt ez a nyomás, és én meg annyira nehezen mondtam nemet, hogy úgy éreztem, hogy szétszakadok. Amúgy is nehéz életemben, úgy értem, hogy fizikailag nehéz életemben, egyszerűen ez nem fér bele, és akkor úgy éreztem, hogy akkor nekem mennem kell. De aztán olyan érdekes volt, mert 10 hónapot töltöttem kint, és annyira szépen leigadtak a dolgok, nem itthon, hanem bennem. Aha. Tehát rájöttem arra, hogy igen, ez egy nagyon rossz része a médiának, hogy nekem szerepelnem kell, oda kell mennem csinálnom. De meghallgatnak engem, ha szeretnék valamit. Felhívhatok egy vezetőt, és elmondhatom a gondolatomat, megcsinálhatok egy programot, létrehozhatok valamit, tehát, hogy olyan ajtók nyílnak meg előttem, ami viszont a jó része, és akkor szépen így megláttam, hogy oké, akkor ebben mi a jó, mi a rossz, és akkor már el tudtam fogadni. Tehát el kellett menni ahhoz, hogy egy kicsit le kellett, hogy csillapodjon bennem, talán igen. És a külföldi karrierépítés az nem is fordult meg a fejed? Idegennek éreztem magam. Uh-huh. Ez biztos, hogy a nyelv, hogy nem annyira csodálatosan beszéltem angolul, mint ahogy már a gyerekeim beszélnek. Uh-huh. Én nem éreztem azt, hogy önmagamat tudom adni. Egy folyamatosan úgy éreztem, hogy csak futok valami után. Uh-huh. És hiányoztak a barátaim, a családom. Igen, hiányzott a Dunapart, nagyon furi dolgok hiányoztak tényleg, amit nem is gondoltam, hogy fontos nekem, hogy akkor úgy éreztem, hogy nekem haza kell jönnöm. És egyébként ezt is mindig mindenkitől mostanában megkérdezik, és a sportolóknál meg teljesen természetes, hogy mondjuk pszichológus segíti őket. Neked volt ilyen segítséged, ilyen szakember segítség? Nem, képzeld, nem. Már a curlingnél találkoztunk sportpszichológussal egyszer-kétszer, de abban az időben, amikor én versenyeztem, még ez nem volt annyira divat. És nagyon sok mindent magamban kellett lejátszanom. De erre nekem az a stratégiám mind a mai napig, hogy néha egyedül kell lennem. Tehát például mondjuk elmegyek egy vidéki rendezvényre, gyakran hívnak előadást tartani, vagy ilyesmi, akkor egyedül megyek, beülök az autóba, és leszoktam kapcsolni a zenét is. Aha, én is ilyen vagyok. És hallgatom a csöndet, és találkozom egy picit a saját gondolataimmal, és akkor úgy mindig úgy megérzem, hogy mi az, ami fontos, mire gondolok többet, magadat. Rendben tudok lenni jobban. Van olyan is, hogy arra van szükségem, hogy valakivel egy jót beszélgessek, és akkor, de ez nekem mindig ez a csönd, ez így segített ebben, hogy át tudjam gondolni. Sokan folyton zajban vannak, folyton pörgetik a médiát, hogyha egyedül vannak, folyton valami szól a háttérben. Nekem ez nem segít, engem megzavar egy idő után olyan, nem tudom, úgy érzem, hogy nem tudok kikapcsolódni. De ha már az elakadások, mondjuk szerinted az elakadásokat lehet egyedül végigvinni, vagy nem lehet? Lehet, de ehhez személyiség kell, tehát ezt így nem, van akinek nem, mert nem olyan a személyisége, ki kell beszélni, van akinek ki kell adni magából egy mozgással, van akinek el kell menni egy szakemberhez, fel kell oldani dolgokat, van akinek kell egy jó társ, aki csak megöleli, és már is tovább tud menni. Mások vagyunk, szerintem ilyen sablonok nincsenek, igen, csak egy kicsit megint csak üljünk le magunkkal beszélgetni. Mi az, ami nekünk segít? Igen. És ez általában mindenki meg tudja mondani magáról őszintén, aztán utána már lehet, hogy nem megy el szakemberhez, de valahol tudja, hogy segítene.
És azzal mit kezdesz, hogy nagyon sokszor ugye a körülményeket okoljuk, hogy nehéz, mert én beteg vagyok, nehéz, mert én már elmúltam 40, nehéz, mert én nekem most picik a gyerekek, nehéz, mert nincs pénzem jól enni, vagy egészséges ételeket, nincs pénzem befizetni magam egy életmódprogram, mondjuk a te videós oldaladra, nincs pénzem tanulni, tehát a körülményeknek vagyunk sokszor így. Sokszor vagyunk ennek, egy mindent másra fogunk, és ezek sokszor valós dolgok, tehát így nehogy így bárki félreértsen, én ezeket átérzem, de amikor már harmadiknál azt mondjuk, hogy mi más miatt van, és nem miattunk, akkor azért gondolkodjunk el ezen. Tehát, hogy simán így végigmehetnénk ezen a kérdésen. Például a nincs pénzem sportolni, ezt a legjobban nem szeretem kifogásként apostrofálnám, mert egy tornacipője mindenkinek van, mostanra már le lehet menni, lépcsőzni, sétálni, nem tudom. Egy videó oldalnak a követése az általában nagyon-nagyon sok ingyenes, és az edzőtermeknek körülbelül a harmada, negyede, ötöde nem annyira borzasztó költség, hogyha az ingyenes részét látjuk, akkor meg sem ennyi. De neked is vannak ugye ingyenes tartalmai. Nekem is nagyon sok ingyenes tartalmam van, tehát ezeket lehet csinálni. Hogyha valaki változatosat szeretne, olyat, hogy mindig más, akkor még egy ilyen online edzés, ez mondom, mint az edzőteremnek a negyede körülbelül olyan összegekbe kerül, és otthon a gyerekek mellett meg lehet tenni. Tehát azért ezen érdemes elgondolkodni, hogyha azt nézzük, hogy a gyerekek mellett nincs időm, akkor itt megint csak ez a kérdés, hogy most akkor 14-20 évig nincs időm, vagy megpróbálom megoldani akár egy online edzéstervel, amikor ők megírják a töri leckét, és én meg megcsinálom ott gyorsan a telefonról az edzést. Nekem nagyon sokszor van olyan, hogy valamilyen mozgás közben oda jön a kislányom, és akkor megkérdezi, hogy mit javítson ki, és akkor így tudunk egymással, vagy érdemes őket bevonni. De annyi ilyen kifogás van, a rossz idő, esik az eső, süt a nap, most meleg van, most hideg van, nagyon vagyok, párás, vagy. Most... Igen, nagyon sok ilyen kérdésünk van. Nekem a legnagyobb fájást, vagy inkább gondolkodást az okozta, amikor egy hölgy ezt mondta nekem, hogy most picik a gyerekek, most velük szeretnék lenni. És tényleg én is így gondolom, hogy időszakok vannak az életünkben, és akkor kell velük lenni, amíg picik. Hát jó, de ez nagyon hosszan picik. Szóval, hogy mellettük is valamit. Mert hogyha csak ezt várjuk, akkor mire nagyobbak lennének, és szeretnénk nekik adni, elmenni, segíteni, már nekünk nem lesz erőnk, már mi nem leszünk ott hosszan. De. Tehát ha valakit igazán szeretünk, annak mindig szeretnénk segíteni. Az akkor tudunk, ha nekünk van erőnk, hogyha azt érezzük, hogy hazamegyünk a munkából, leülünk, és már semmire nincs kedvünk, erőnk, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy nem jó a fittségi szintünk, hogy egyszerűen nem jól működik sajnos jelen pillanatban a szervezetünk, ezért tenni kellene. Azért, hogy jobban érezzük magunkat, hogy energikusabbak, boldogak leszünk, akkor jobb lesz a munka, és akkor tudunk adni azoknak, akiket szeretünk. Tehát az életterületek így húzzák egymást. Igen, valamennyire. Ezt mondod, én is így látom, igen. Tehát úgy tudjuk fölhívni a szüleinket, hogy mit segíthetünk, ha nekünk még van egy picike erőnk, pedig milyen jó lenne, mindenki erre vágyik, nem? Igen. És általában akkor változtatunk, amikor történik valami csapás, vagy igen, valami tragédia. Akkor most már muszáj, hogy... vagy valaki másra ébreszt bennünket, vele igen. Történik, és akkor, na, akkor most muszáj. Igen. Jó, én tudom, hogy rohansz tovább, sajnos minden vendéggel ez a probléma, hogy van egy véges keret, meg hát a nézőknek a türelmét sem lehet két órás podcastokkal. Igen, főként most, amikor a social médiában igen. Minden figyelem megy. De mi ellene megyünk. Egy perc után is uncsik voltunk, nyugi. Szerintem sokan kíváncsiak rád, és ha már mondtad ezt az emlékkönyvet, hogy te kaptál egy ilyen mondatot az apukától, ha most jönne a kislányod valamelyik, hogy te mit írnál az ő emlékkönyvébe? Van ilyen? Hát kettő olyan mondatom van, amit vagy neki, vagy bárkinek, akinek szeretnék emléket okozni, írnék. Az egyik az, hogy a csoda benned van. És ezt úgy értem, hogy nem kívülről kell várni a csodát. Nekünk van lehetőségünk arra, hogy tegyünk, és a másik pedig az, hogy tenni kell. Ez lenne talán ez. Hát ez lehet, hogy nem jó hír, nem erre számítottatok.
De én is, ha egy konklúziót kéne vonni a beszélgetés alapján, azt mondanám, hogy mindenki arra vágyik, hogy boldog legyen, kiegyensúlyozott, jól nézzen ki, mint te, és minden, és hosszú házasság, és szép család, szép gyerekek, minden jó legyen, és hogy ha megkérdezik, hogy ennek mi a titka hosszú távon, azt így nem lehet megmondani, de azért, ha megnézzük, egy-egy napnak megvan igenis a titka, azoknak a döntéseknek igenis megvan a titka, úgyhogy szerintem mindenki tud ezzel menni. Mindenki tud, és hogyha belegondolsz, akkor azt hiszem, hogy az én munkám az egyik legnehezebb, mert én azt árulom, hogy az embereknek meg kell izzadnia, és tenni igen. kell. Nem azt, mint ahogy leülnek a tévé elé, és csak nézik, hanem... Azt képest eléggé szeretünk, csoda. Azt képest, ez csoda, igen. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a kedves beszélgetést. Én is nagyon köszönöm, és köszönöm, amit csinálsz, mert tényleg nagyon fontos, amit teszel. Remélem, hogy ti legalább annyira élveztétek ezt a beszélgetést, mint én is, hogy adott nektek, Szandi így a podcaston keresztül is. Én nagyon remélem, hogy még a Mentor Klubon belül találkozunk veled, majd beszélgetünk még erről. Ha tetszett nektek ez a beszélgetés, kérlek, hogy lájkoljátok, fontosak a visszajelzések számunkra is. Te is elmondtad, igen, hogy neked is fontos. Én is nyugodtan mondhatom. És iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok, vigyázzatok magatokra. Sziasztok. Vigyázzatok magatokra. Szia. Köszönöm.